egy bolond százat csinál, vagy még annál is többet? És mihez kezdjen az ember, amikor kirúgják az állásából? Hát erre bizony sok recept van. Széles Vásznú Történelem című műsorunkban az 1942-ben bemutatott Egy bolond százat csinál című színdarabról, illetve filmről, annak részleteiről és érdekességeiről beszélgetnek. Semmi vész, az élet nem nehéz, az ember rá se néz, noha van néha zűrtel igaz már. Fel se vedd, a kefét meg ne edd, az ember csak nevet, van az eszmé közt. Nincsen lakat a számon, ha felkötnek se bánom, én megmondom, akármi is lesz. Néne, szép az élet, ha zajlik, addig fajtás se baj, míg a kis tüdőt lélegzetet vesz. A Szüle Mihály könyvét feldolgozó színdarab elsöprő sikert aratott a színházakban. Balázs Péter színművész, amikor felkérték a darab megrendezésére, örömmel állt a kihívás elé. Ki a mellel gyáva ember, aki nem ember? Az Operett Színházban voltam vendég, és ott fölkínálták azt, hogy a Egy bolond százat csinál című Sárosi Szüle Mihály írományát, színdarabját mutassam, illetve rendezem meg, és hát nagyon örültem. Pontosan 70 évvel a film bemutatása után 2012-ben a Szigligeti Színházban újra színpadra került az előadás, amelyben már maga Balázs Péter is fellépett, egy szolgát alakítva. Az előadásokban a humor keveredik a váratlan eseményekkel, bökkenőkkel, ezzel elérve azt, hogy a nézők könnyeiket törölgetve nézhessék a színdarabot. Egyik félreértés a másik után következik, és hát meg kell, hogy mondjam, tényleg könnyesre nevették magukat az emberek. Mostán voltam a Operett Színházba vele, voltam a Petőfi Színházba vele, voltam a Szolnoki Színházba vele, úgyhogy ez háromszor is megerősíti azt, hogy ez egy szórakoztató darab, és hogyha ilyen könnyed szórakoztatást akar az ember, és azt akarja, hogy a közönség mosolyogjon és nevessen, akkor bátran elő lehet venni még most is. Majd, te oroszlán vadász, te Afrika kutató! Na ne ugrass, ne! Hát ide légy, pont olyan vagy, mint ő, ha egy kis szakárad lenne, bolondulnék utánad. De ha neked is ilyen szakállad lenne, azt képzelném, hogy tigrisülő vagy. A filmben, amikor a szerencsétlenül járt főpincért és karmestert kirúgják állásukból, mindketten beülnek, most már vendégként ugyanabba a mulatóba, ahol odáig dolgoztak. A főpincér még álszakált is ragaszt. Mutassa a nyelvét! Én az értelmét akarom megvizsgálni. A bonyodalom ott kezdődik, amikor kiderül, hogy ezzel a szakállal nagyon hasonlít egy világhírű oroszlánvadászra, aki történetesen egy gróf. A Marton Fiemil által rendezett film nagy siker volt az 1900-as években. A főszereplőt alakító Latabár Kálmán, vagy ahogyan sokan nevezték, a Latyi, a színpadon és a kamerák előtt is megállta a helyét. Korának kiemelkedő színművésze volt. Tulipán! Nagyon jó, nagyon jó. Az a fajta típusú színész volt, aki mindent megengedhetett magának. Mert vannak olyan nagyon óvatosan játszó színészek is, aki ugyan nagyon, nagyon jól
alakítja a komikus szerepet, meg lehet rajta nevetni, és az, de azért óvatosan bánik ezzel. Ő viszont fogta magát, ez a tánc önmagába belecsapott a lecsóba, azt hiszem, de csinálom, és vidám vagyok. Na, ne tessék félni. Nem harap? Nem. A film szombat este 8 órától lesz megtekinthető, a műsorban pedig Balázs Péter mesél életéről, színházi pályafutásáról. Megtudhatjuk, milyen ember is ő. Betekintést nyerhetünk a filmnek és a színdarabnak olyan részleteibe, amelyekről eddig még nem hallottunk. Széles vásznú történelem szombat este itt a Hír TV-n.